Én a korábbi sajtótájékoztatókon beszéltem arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya községi szervezete számára ebben a mandátumban kiemelten fontos az, hogy Topolya mint város fejlődjön, és stratégiailag fontos számunkra az, hogy ez a legnagyobb projektumainkat, illetve a legtöbb fejlesztést itt a városban valósítsuk meg, mert egy fejlődő város mellett akkor azt tudjuk mondani, a vidék is megfelelően tud fejlődni. Úgyhogy a 2018-as év az nem lesz egyszerű a számunkra, illetve az önkormányzat számára, azért, mert a legnagyobb projektumainkat el kell kezdenünk ahhoz, hogy a 2020-as vagy 2020-ig, a mandátum végéig befejezzük a legnagyobb projektumainkat.